Egyre többen látnák szívesen fontos politikai szerepben Bajnai Gordont. Ez derül ki a Median legfrissebb kutatásából. A volt miniszterelnök hónapról hónapra a lista élmezőnyében végez, sőt május óta rendre megelőzi Orbán Viktort. A kutatás szerint Bajnai megítélése az átlagosnál is jobb a várakozók körében, vagyis azokéban, akik saját állításuk szerint biztosan, vagy valószínűleg elmennének egy közeljövőben tartandó országgyűlési választásra, de jelenleg nincs kedvenc pártjuk. Itt van Hann Endre, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Holnap megjelenik a HVG-ben, ma megjelent a hvg.hu-n, annak a kutatásuknak az eredménye, amely szerint, hogyha jól olvastam, ha nyilvános lenne Bajnai Gordon politikusi népszerűségi mérési eredménye, akkor csak Áder János előzné meg. Hogy van mit pontosítani, de csak kicsit, de csak különben miért is lennék itt, hiszen. Szóval először is ez nem egy konkrét friss felmérés, hanem a Median hatalmas adatbázisából, tehát az idei év fölhalmozott adatbázisából számoltunk ki. Tehát mindig különböző... mérték Bajnai Gordont. Igen, de nem csak ezt, majd még mindjárt kitérek azt arra, hogy még mi majd mindent, de Bajnai Gordont gyakorlatilag folyamatosan mértük, de ha valaki odafigyel, hogy milyen politikus népszerűség listákat szoktunk a HVG-ben közzétenni, abban mindig volt némi megszorítás, hogy a legismertebb és aktív politikai szerepet betöltő személyiségek, tehát miniszterek, pártvezetők, frakcióvezetők és így tovább. Tehát Bajnai Gordonról, ha volt is adatunk, nem tettük oda. Szerintem ő se örült volna neki, mert ugye egy ilyen visszahúzódó várakozó. Nem, ez az érdekes. Nem szoktunk ilyen. De most lehet, hogy örül neki, ha már itt szóba hozta. Tehát, hogy akkor, vagy akár azért döntött így, mert ő ismerte ezeket az eredményeket, hogy akkor... Ismerhette, nem volt titok. Nagyon sokan kérdezték, és Bajnait méritek? Mondom, mérjük. Szóval nem volt titok. Látják itt a nézőink is, mindjárt telibe fogják látni, azt az ábrát, ami itt van mögöttünk, igen. Amin az van, hogy van egy sárga oszlop, és van az aktív elkötelezetlenek körében, amit vezet Bajnai Gordon, ugye ez, ha jól emlékszem a cikkre, akkor ez egy olyan 1.300.000 ember. Igen. De még hadd válaszoljak gyorsan az előbbi elvaratlan szállat elvarnám. Igen. Tehát az az adat, amit itt említett, mármint hogy csak Áder előzi meg, az erre vonatkozik. Ha a teljes népességet nézzük, a politikailag érdeklődő véleményt nyilvánító közönséget, akkor abban a listában nem áll az az állítás, igen, de az kétségtelenül áll, hogy végig ott van hónapok óta az élmezőnyben. De miben ebben a teljes népesség megelőzte Orbán Viktort? Vagy igen, azt lehet mondani, az elmúlt hónapokban többször is megelőzte Orbán Viktort. De milyen korrekciós tényezőt fogunk bevezetni annak illusztrálására, hogyha valaki nem felel semmiért, csöndben van, magánzó, akkor az ő népszerűsége automatikusan nő, nem? Hát igen, lehet mondani, hogy automatikusan nő. Tehát főleg, hogy értékeljük ezt abban a pillanatban? Inkább azért azt emelném ki, ez is áll, hogyha végül is nem követel semmi olyat, ami miatt sokan ellenszemvel néznének rá, vagy megutálnák, vagy őket provokálná, akkor ez elképzelhető, hogy szép lassan ő, de azért az is benne lehet, hogy szép lassan elfelejtik, szóval azért van egy hogy ilyen van effektus. Van egy várakozási faktor is. Igen, ami fontos az, hogy azoknak a politikusoknak viszonylag magasabb a népszerűségük, akik kevésbé megosztóak, tehát az ellentáborból, vagy az elkötelezetlen, bizonytalan szavazó közönségből is tudnak szimpátiát kiváltani, és inkább ezt mondaná. Itt van most az az ábra, amit az előbb utalt, hogy folyamatosan mérték. Igen, és tulajdonképpen... Hogy az az április az, amikor befejeződött a miniszterelnöksége. Igen, és ott azért volt hullámvölgy, és látjuk, hogy 20 és 25 között ingadozott. Ugye manapság 31 néhányan már valaki az élmezőnybe tud lenni, 31 néhány százalékkal. Ebből igen, kicsit kiemelkedik most, úgy, ahogy régen is a köztársasági elnökök
kiemelkedtek, most Áder János a 40 körüli havonta. De akkor, ha már, jó, látjuk, hogy itt van, a várakozás növekedett abban a pillanatban, hogy amikor megjelentett az első cikkét Bajnai Gordon, ami akkor, arra utalt, akkor van egy hullám, ment, és azonnal nem, elkezdték támadni, és az a támadás nyomán az a jobb oldalon az a hullámvölgy, ott 2012, nem látszik, de az március, de már az nem látszik, hogy jó. Pontosan március, februárban megjelent az a tanulmánya a Haza és Haladás honlapján, rögtön támadták, akkor mindjárt megosztóbb lett, tehát az tehát addig könnyű eset... valakit karaktergyilkossággal a korábbi népszerűségének... Nem biztos, hogy mindjárt ilyen erős szót kell használnom. Hát attól függ, hogy jó, akkor ez még a vízipisztoly változata a karaktergyilkosságnak. Nem veszik el, mert még egy fontos kérdésem lenne. Így, hát jó. Még az a másik rá, a másik, így van. Vissza, tehát, igen, így, azt, mert már csak egy perc volt. Köszönöm, akkor nagyon gyorsan. Jó. Tehát hogy... minden hónapban megnézzük, hogy milyen a mekkora Magyarországon a szavazásnál szám, azoknak az aránya, akikre esetleg számítani lehet a választás. De milyen jól áll Orbán Viktor, milyen jól áll Pokorni Zoltán, milyen jól, tehát hogy ezek a, ez nem, az nem, ábra nem. Arról árulkodik. Én a különbségre hívnám fel a figyelmet. Jó. Kik azok, nézzük a kék oszlopot, az az átlag, és a narancssárga oszlop, az, akiket aktív elkötelezetteneknek nevezek. Tehát ki tudja mozgósítani a mi pártot nem választó nagyon nagy tömeget, ami most 50... De valószínűleg szavazni akaró. De tehát, így van. Tehát azért az sem mindegy. Van egy... És ebben a legnagyobb tartalék a Bajnai Gordonnak. Így van, tehát itt fejeződik ki az, hogy ezek az emberek vár... Más... Ezért megy a Millára? Mert oda esetleg olyanok mennek, akik... még a nem döntötték hát nyilván, el. Nyilván itt vagy... nagyon sok kombináció van, szerintem, ha már így rákérdez, akkor inkább azért megy a Millára, mert ott egyszerre nagyon sok ember lesz, meg egy jelentős lélektani pillanat, az egyik legnagyobb nemzeti ünnepünk, amikor együtt van, együtt kéne legyen az ország. Erre van esély, még, ha jól hallottam az időjárás jelentést, akkor még az is lehet, hogy nem lesz rossz idő. Én most ennyire figyelem ezeket a fejleményeket. Köszönöm igen. Szépen, ez nem közmények kutatás, ez csak egy időjárás jelentés volt. Igen. Köszönöm szépen, hogy elmondta.